Miklós Editet választották meg a Magyar Síszövetség elnökének a tegnapi rendkívüli közgyűlésen. A csíkszeredai származású sportoló alig néhány napja jelentette be visszavonulását. Visszavonulását korábban Miklós Edit nem az egészségi állapotával indokolta, szerinte még versenyezhetett volna, azonban a Síszövetség új vezetésével nem tudott együttműködni. Ezért döntött a visszavonulás mellett, és elvállalta az elnöki posztot, azzal a tervvel, hogy úgy segítse az ifjúsági sízőket, hogy lehetőséget biztosítson újabb bajnokok kinevelésére. Azt azonban elmondta, hogy nem kíván a Román Kerékpáros Szövetséget vezető Novák Eduard mintájára elnök és versenyző is lenni egy személyben. Az biztos, hogy fogok sílécet húzni, és talán kettelésből, vagy biztos, hogy sokkal többet fogok sízni, mint eddig kettelésből, de hogy versenyzőként nem szeretnék rajthoz állni. Miklós Editnek az elején még mindenképpen meg kell küzdenie a jogi kihívásokkal is, mert a leváltott elnök Bajai András nem ismeri el a vasárnapi közgyűlés jogosságát, és a bíróságon szándékszik megtámadni Miklós Edit elnökké választását. Három székelyföldi csapat is érdekelt volt a teremlabdarúgó első liga alsóházi rájátszásában, ahol a kiesés volt a tét. A sepsiszentgyörgyi sepsiszék rendkívül fontos győzelmet aratott a Resi Cabánya elleni első menetben. 9-3-ra megnyerte a találkozót, és így előnybe került a két győzelemig tartó sorozatban. A következő két mérkőzés közül azonban legalább egyet meg kell nyerni a Resi Cabányán, hogy továbbra is biztosítsa helyét az élvonalban. A másik ágon papírforma eredmény született, a csíkszeredai Imperial Vet 14-3-ra verte a marosvásárhelyi City azt, és hazai pályán már alig ha bukhatja el a bennmaradás bebiztosítását. A sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK első ligás labdarúgó csapatának újabb mérkőzése dőlt el a hosszabbítás perceiben. Hadnagy Attiláék ezúttal mind a három pontot megszerezték hazai pályán a 91. percben szerzett góllal. Rendkívül fontos három pontot szerzett az alsóházi rájátszásban a Sepsi OSK a közvetlen riválisnak számító Medgyesi Gázmétán ellen. Pedig a vendégek szereztek vezetést rondon révén és szünetben egy gólos előnnyel vonultak pihenni. Újrakezdés után azonban Eugene Neagoya, a Sepsi OSK trénere három csatárt is becserélt, a veterán Hadnagy Attila pedig a lehetőséget góllal hálálta meg. Aztán pedig Szimonovszki volt az, aki a győztes gólt is megszerezte a hosszabbítás perceiben. A Sepsi OSK legutóbbi öt mérkőzésén esett gól az utolsó percekben, vagy éppen a hosszabbításban négy esetben ezek a gólok bajnoki pontok sorsáról is döntöttek. A jóisten kétszer az utolsó percekben elvette tőlünk a győzelemizét, kétszer visszaadta. Ki aznán ugye a 93. percben tudtunk a döntetlent kicsikarni, most meg a 91. percben sikerült a győzelmet megszerezni. Hát én úgy érzem, hogy mindig azt szoktam van szerint valaki, aki azért úgy igazságosan dönt. A vendégek edzője Krisztián Pusztai nehezen tudta feldolgozni az ilyen körülmények között elszenvedett vereséget, azonban a sepsiszentgyörgyi nézőkhöz csupán dicsérő szavai voltak. Nagyon jól éreztem magam ebben a stadionban, vendégszerető emberek között, akik igazi látványt szerveztek, minden ülőhely foglalt volt. Nagyon jó lenne, ha minden stadionban ez történne, hogy a szurkolók énekeljenek akkor is, ha a csapatuk vesztésre áll, és ezért az itteniek, a megfelelő feltételeket biztosító szervezők minden dicséretet megérdemelnek, de nem hiszem, hogy megérdemelték a győzelmet. Az alsóházi rájátszás ötödik fordulója után a Sepsi OSK az egyetlen veretlen csapat és 19 ponttal a harmadik helyen áll. Még nagyon sok forduló van azonban hátra, így a bennmaradáshoz még sok csatát meg kell vívnia. A Sepsi OSK legközelebb egy hét múlva lép pályára Botosányban.